Másik irányba lép. Az meg a másik az. Nem mögötted van egy? De. Ez a fémlap, az meg. Egy szájga! Figyelj Zoli, nem tudta leírni a revedet, bazd meg, ezek után nem tudom, hogy megfőzünk hozzá. Nem minden tényleg hosszúval írja. Stabil, ne? Zoli! A nevem Bugya Zoli, de a barátaimnak csak Zoli. Két óval. Nem szabad megdobni a hostage-ot. Jóval. Hello! Én most már emlékszem én is. Az merész, mert vannak kint ketten. Már elkezdődött a menet? Igen, már legöltem egy embert. Én még a csapdákat hoztam, még egy barott is. Tomi, menjél szerintem át itt a szomszédba a kemping részlegre. Hát nem tudom, én ott félek. Mert mi a fasz van ott? Hát ez valószínű ember. Hát akkor lőd le! Ilyetetlen, soha lesz akkor menjél, te kemény vagy. A te pék. Minden ajtón C4 van, hagyjátok, hogy befussanak. Ott volt a sarok. Wow. Hello, aki fur. Ó, oh, hátamba. Na, mondtam én. Mert ő másik irányba jött. Csak elkövet téged. Én megkövetem őt. Hello, látlak, geci. Fucker. Ennyi? Mondtam. Miért nem a belobajtott része ment be? Igen, és nem. Nyertél mi? Ez gyász. Kör legelején meghaltam, azt mégis én voltam a leghasznosabb. De tényleg, ott egy nagy lyuk a falon, ami még nagyobb fedezékkel is jár velem szembe. Vagy egy ajtó. De hát most a lyuk az bármi lehet, de az ajtót mindenki tudja, hogy arra terezték, hogy bevet kimenjenek rajta. Hát nem. Az a fal nem biztonságos, rámomolhat. Jézus fasza. Mi az? Fújt a szél egy ilyen poros, dzsuvás, ilyen nagy ökörnyálat. Megfújt egy ökröt. A nyálában. Egy nyálas ökröt. Azt figyeljük, ökörnyálnak, amikor tudom, hogy belépsz egy ilyen szobába, és akkor így... Kicsit ilyen pókhálószerű, igen. Csak ilyen nagyon vékony kis szálak. Ja, tehát az a mész az utcán, és az az érzés, hogy belementél egy pókhálóba. Aha, kb. Ja, sose tudtam, hogy neki hívják azt. Pókhálóba, nem? Nem, mert egy csík a semmi közepén. Nem olyan helyen vannak, igen. Ez egy húgos pók. Nem. És mi ez az? Ökörnek a nyála, benne van a nevében is. Igen, itt Pesten, bazdmeg, átmegy az utcán, azt ott hagyja. Mert a nyálazik az ökröt, az messzire elviszi. Nyomott ökrök. Viszi a szél az ökröt, az meg nyálazik. Megint talán a legjobb magyarázat. Hát ez jó szar volt. Ne, én csak egy néni voltam, baszki. Egy néni volt. Ne is ki, baszd meg az anyád! Nyugalom! Tomi a tűzre játszva. Jó, baszdmeg, itt a lépcsőn sokan vannak ám. Baszd meg! Hát a smoke az 3 frostmeten át, én meg rárohantam. Rárohantom a smoke-ra, hogy lekészeljem. Orba, baszd meg! Gyakorlatilag lecsapta a lábaidat, a tetőrsedet, meg a fej... ilyenet. Jaj, pont így bele, izé, hassal így belevetődök, akkor tökéletes. Baszeg, Maverick is van. Hopp, hát Maverick meghalt. Hát baszki, ez itt nem jó hely. Támas a részeseket. Teljesen jó. Az a távolságon, mint a te archoz. A bridge-réteg csak célozva. Bridge-réteg csak célozva. Ennyit ér a szar sörétben, mit látott, kis piszta. Jaj. 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 Egy műtétet hajtott végre. Egyébként most nem voltam rosszak. Ja,
ezen a, ezt a pályát szeretem. Viszonylag rövidek a távok, nem kell messzire célozni. És ismerem is, hogy mi merre van. És ezt Tilly, ezt mennyire ismered ezt a pályát? Ezzel már jártam talán. Talán, oda-haza. Hát, legalább marokkói lenne. Ja. Bocsi. Már megint figyelmeztetés nélkül paktoltál? Figyelj, elkezdte a falat reinforcelni, aztán valamiért elfutott, és aztán most úgy döntött, hogy visszajön. Tehát ez teljesen egy megindokolt impactelés volt. Ez nem volt, nincs egy impactelés. Tenni minden robbantásért be kell kiáltani, hogy fire in the hole. Nem véletlenül van ez bevezetve mindenhol a világon. Miért vagyunk itt? Mit tudom én? Miért harcolunk? Mindenki ide gyűlt a projektor mellé. Ne aggódj ide, ezt én itt nézek. Nézel és mit látsz, hol lesz? Ne csak nézz, láss! Lépcső. Ott ment valaki. Kéne a védőknek is egy ilyen horrász jellegű, csak ő betömi a lyukat. Egy ilyen cementes ember. Urabbal! Hány armoros ez a... Barton? Három. De menőn fut. Mit lát a spéci szemüvegeivel? Világos. Mennyi az idő? Megnézed, hogy mennyi az idő, és akkor... Baszeg. Megáll. Bazi, miért nem izé bullet time-ot tud? Miért nem azt tud? A kurva élet. És akkor még mellé még tud is vetődni ilyen kurva menő. Az nagyon... Soha, mint, olyan, mint a Max Payne multi. Magadnak, igen, mi pont Max Payne, de csak magadnak lassulsz be, másoknak ugyanolyan, hogy kurva lassan. Hát tudod, ilyen köcsögű futó. Ezzel a sörétel nagyon menő, ezzel szerintem nagyon köcsög, mert a bal kezét ilyen nagyon így kicsapja, mint egy ilyen homár. Vagy csak benne van a bugi. Ilyen funk is. Hát... Tudod, még az ő idejébe. Na, jogos. Amikor még izé melegpor szerepelt, meg nem melegpor. Faszom. Na megnézem, apa, mennyire nedves. Come again. Hát nem mondanám csoporttársam, szóval van egy csaj, aki hamarabb kezd az egyetemet, mint én, de már leköröztem. Na ő is racsol, de neki mondjuk nagyon szexis. De hát Tomi, neked ilyet nem mondok, úgyhogy... Akinek van egy impactje, bár nekem csak egy kis fossörétesen van, úgyhogy beleadok mindent. Várjál, nekem van egy revolverem. Lenne, mi az is te csinálsz? Segítek. Faszki, nekem az arcomba dugtad a lövő fegyveredre. Hát állam is nyilván, de... Hó, itt van valaki az ablakban. A nagy termet látjuk, hogyha arról jönne, szóval... magad irányából vigyázzál. Ez mit jelent? Honnan most éjött, onnan fog jönni a Twitch. Magad irányából. Most soha, mit mondják? Vigyázz magadra. Jó egészséget. Áldás, békesség. A felül... Trúsza úr. Ja, hát ez mondjuk igen, igen gyilkos volt. Ám mondjuk az is tetszett, hogy milyen nyugodtan lőtt. Jó, azt hiszem, hogy prondok-e bit, tehát nem hallom, mert megint egyből az első. Hát jelen van spawnon szelén. Megoldhattuk volna. De akkor direkt nem kanyarodok. Mi? Tudjon lesz, nem tudjon lelőni az első kanyarban. Én a rendszerből vagyok. Én jobban félnék Eliasztól. Én vagyok a rend. Nem tudom, az örök klasszikus akkor is az volt, mikor szépen besétáltál, hogy begyalogott el a szobili, azt ránézett és agyon lőtt. Igen, ott a herefordánkat van. Az örök legjobb. Ott érted, ülünk, beleszem a sarokba, ez annyira... Nem, ez a... Én erre nem emlékszem már. Nem, ez még a régi hereford. Bennülünk egy szobában, amiben van körülbelül két ajtó. Az egyik sar, az észak, mit tudom én, a balfel sarokban én ülök, a jobb alsóban Iliász. És Iliász valami, nem tudom, francia sörétessel ül az egyik sarokban, én nézem Iliászt, hogy mi a faszon, és te gyökettővel, smoke-kal így bejössz. És Ilias így rád néz, így hostálja, hogy tél, aztán agyon lő a sörétessel is, aztán így megszólal, de tényleg körülbelül egy atomfázis késsel. Jaj, azt hittem ellenség, hogy... Tényesen hihetett. Turbo nük! Mondtuk, hogy ott lesz. De hát érek, halkan mentem. Ez az, Tomi, szép. Mögöttek van a Vigil. Mögöttek a Vigil. Vigil, a meg! Vannak késő.
Baszki, nagyon féltem, hogy elveszítjük a 3D5-et, bazdmeg. De szép volt, Tomi. Az pedig a specialitásom. Megállt bennem az ütő. Na 22-re. 23. Hát ez egy kibaszott. Ez az, az! 15-re. Ezek a reakciók. Összességében úgy hallottam, hogy ilyen egálba jöttünk, mert Balázs nem mondott semmit. Nekem nem dobott. Igen, de nem fejezted ki úgy, hogy ó, vagy hogy milyen fos játék. Az USG-re a Rond nevezetű. Hát, csak az a hiányzik a végéről. Gyakorlatilag egy ilyen gyerek. Mint egy gyerek összekent volna egy fadarabot zsírrétával. Hát ha jönnénk epik. Ja. Nem. Ha megtaláltad, akkor nem.